Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő! Isten népe ébresztő, nagy, nagy szeretettel köszöntelek titeket innen Miskolcról a Forrásházból. Folytatjuk a Realitás Abszódiájának tanulmányozását és akár élőben, akár felvételről nézed, nagyon örülünk neked, Istennek a dicsőségére. Hálás vagyok Tamás Pásztornak, aki az én szellemi atyám, aki felnevelt és aki szolgált, állított engem, és hálás vagyok Krisz Pásztornak, aki ezeket a, ezeket a realitás abszódiáját megírja, elveszi a Szent ezeket a kijelentéseket. Fantasztikus áldások vannak benne. Drága mennyi atyám, szeretünk és áldunk téged. És imádkozom azért, hogy a mai nap is sok-sok lélek forduljon hozzád. Imádkozom, hogy arató munkásaidat használd, és a lelkek, a szívek megnyíljanak, és az emberek bejöjjenek. Minden, minden gyász, félreértés, keserűség és akadály múljon el a szívekből a Jézus nevében. eltávolítom őket a Jézus nevében, és az emberek jönnek az Isten királyságába. Az Úr dicsőségére. Ámen. A mai üzenet címe Növekedni az ige által. A János Apostol első levele, második fejezet hatodik vers, azt mondja, aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Azt mondja Krisztpásztor, hogy van az emberi szellem nevelése, és van az emberi szellem felemelése is. Ezekben az utolsó napokban az ige és a szellem szolgálata által Isten népét úgy neveljük, hogy hatékony tanúkká váljanak. Krisztus testen növekszik, és hála Istennek, hogy lehetővé tette, hogy sokkal több ember hallja Isten igéjét, hogy felemelkedje. Olyan ez, mint amikor az új újszülötteket látjuk felnőni. A szülőkben egyfajta örömöt fakaszt, amikor látják, hogy gyermekeik a növekedés különböző szakaszain mennek keresztül. A növekedés egy bizonyos szintjén a szülőknek csak annyi a dolguk, hogy megadják a szükséges útmutatást, felügyeletet és irányítást. Biztosítják, hogy a csecsemők jól táplálkozzanak, megfelelő gondoskodást kapjanak, megfelelő környezetben éljenek, testüket tornáztassák, és így tovább. Hamarosan a csecsemők beszélni kezdenek, és megpróbálnak úgy viselkedni, mint a szülők. Így nevelkednek. A dolgok, amiket teszel, hatással vannak rájuk, és igyekeznek egyre inkább olyanná válni, mint te. Szellemileg ugyanez a helyzet. Pálapostól azt mondta az I. Korintus 1 Korintus 11.1-ben. Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Mivel az Úr közösében van velünk, beszél hozzánk, tanít, táplál minket, cselekszik előttünk, és az ő igéje jó képet ad nekünk. Ezáltal olyanok leszünk, mint ő. Úgy cselekszünk, beszélünk, viszonyulunk egymáshoz, ahogyan ő tenni. A Bibliában azt olvashatjuk a 2 Timóteus 3.15-ben, mivel gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. Nyisd meg a szívedet, hogy felnövekedjen benned az ige. Fogad szelítséggel a szeretetet, a reményt, a hitet, a hatalmat, a jólétet, az igazságot, az erőt, az elme és a test épségét, amelyet az ige hordoz a számodra. Ragad magadhoz az igét, amely képes bölcsíteni téged az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hitáltal. Halleluja! Valóban nagyon fontos dolog, hogy a hitbeli életünket a keresztény élet, vagy a, a hitbeli életünket egy gyermek növekedéséhez hasonlítsuk, mert az is. És nem pedig arról van szó, hogy egy bűnös megjavul. Egyes emberek nem találták meg még az igében azt a kijelentést, vagy nem hiszik el. Hogy mi, Isten, hogy mi megigazultunk. A bűnös természetünk elmúlt, és, és igazak vagyunk, igaz emberek vagyunk. Nem a cselekedeteink miatt, a hitünk miatt. És uh, nem tudják ezt elfogadni, ezért úgy gondolkoznak magukról, mint bűnösök, akiket megváltott az Úr, megér, megkegyelmezett, könyörült, de még mindig bűnösök. Az ilyen emberek azt tanítják, hogy amikor vétkezel, hibát követ, védkezel, például mérges vagy, indulatos vagy, elfelejted, önzésből cselekszel, lehet, hogy lopsz, vagy bármit csinálsz, vagy paráználkodsz, vagy ilyenek, akkor az azért van, mert te egy bűnös ember vagy, és bűnre törekszel, és te bűnt akarsz csinálni. És ilyenkor mindig megintenek, hogy térje meg a bűnös utaidról, mert a bűnös, a bűn az halál. És így intenek, de a, de a helyes kielentésmód az az, hogy a friss megtértek azért él, követnek még el bűnöket, mert még gyermekek, és még, nincs, még, nincsen uralmuk saját maguk fölött. Egy gyermeknek nincs kontrollja az sok érzelme és indulata fölött, és nem akarja megcsinálni a rosszat, mégis megcsinálja. Ezt sokszor láttam a saját gyermekemnél. Akkor most ez nem a ez a helyet, helyes, hogy én ostorozom a szavaimmal, hanem hogy támogatom őt, és igazán el is kell viselni ezt a korszakot. Támogatni kell, hogy növekedjen, de van, aki sokszor megcsinálja ugyanazt a butaságot, ugyanazt a bűnt. Valaki kevesebb szere, valamit el kell viselni, amikor növekszik fel egy, egy lelki gondozott. Növekszik fel a gyermekem. Ezért a helyes tanítás az az, hogy ezek a bűnök, ezek olyanok, mint amikor a gyermek járni tanul. Meg kell tanítani helyesen járni, és ha elesik, biztatni kell, hogy gyere, állj föl, és menjünk tovább. Legközelebb sikerülni fog. Ezt kell csinálni, erre van szükség a kezdő el kell mondani, hogy képes vagy rá, mert benned van az megigazult természet. Egy gyermeket nem lehet ostorozni azért, mert elesik. Megpróbál járni, elesik, akkor mit csinálsz? Ó, te mi haszna, semmire kellő, megint, mert haszontalan vagy, és nem akarsz megtanulni járni, és csak az én keserítésemre vagy. Ez a helyes beszéd? Vagy az, hogy gyere, állj fel, kejföl, sikerülni fog. Itt van apád, tudjátok, én mit szoktam mondani a gyerekeknek? Velem ez nagyon sokszor megtörtént. Mikor mutatja a kislányom, hogy milyen seb van a térdén, mondom, hát a gyerekeknek ez ilyen, de tudod, amikor én voltam gyerek, nekem is nagyon sok sebem volt, mert elestem egy csomót. És neked is! És olyat néznek, hogy apának, és megnyugszanak egyből. Ezt így kell az embereket nevelni, és így gondolj magadról is, hogy te növekedsz az úrban. Ezért fontos, hogy legyen, aki neveljen, mert ha nincs, aki neveljen, akkor rossz mintákat tanulsz meg. Vannak emberek, akik újjászületnek, de nem járnak gyülekezetbe. Akkor milyen mintát követnek? Hát a világit tudják, mert csak világi emberekkel állnak kapcsolatban. Aztán azt mondja Pál Apostol az Korintus 11 1 Korintus 11.1-ben, legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Tehát nagyon fontos, hogy kövessük a szellemi atyákat. Az sem igaz, hogy csak Jézust kell követni. Vannak emberek, akik azt mondják, nem kell gyülekezet, nem kellene apostolok, mert ezek csak kihasználnak minket, csak a pénzünkért vannak és kontrollálni akarnak. És sajnos tényleg vannak ilyen emberek. De nem mindegyik szolgálattevő ilyen. Azt mondják ezek az emberek, akik elutasítják a gyülekezetet, hogy elég nekem az, mint a Jézusnak az atya, hogy felment a hegyre és imádkozott. De ne felejtsd el, hogy Jézus Krisztus idején még nem volt az egyház, hiszen ő alapította meg az egyházat. De azt mondja az 1 Korintus 11.1, ami rád vonatkozik, legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. 1 Korintus 11.1. Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Tehát kell, hogy legyen előtte el egy szellemi atya, akinek követed a lábnyomait. Az Efézus 2.10 azt mondja, hogy, vagyis az Efézus 2.20 lesz ez. Efézus 2.20 kik fölépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Tehát a szegletkő Jézus Krisztus, de te nem tudsz Jézus Krisztushoz csatlakozni, ha nincs ott az alapkő, a személyes életedben tudsz, szól neked az úr, de nem tudsz de ott befutni a pályádat, ha nincs ott az életedben apostol és proféta. Mert ő az, aki aktiválja benned az ajándékot, ő az alapkő, a szegletkő Jézus, a legfontosabb kő, az alapkő, az pedig az apostolok és a proféták. építi az úr az egyházat. Ezért kell, hogy ahhoz, hogy te befútsd a pályádat, és a Krisztus testének helyes tagja legyél kell, hogy hogy legyen apostol és profét, akinek a szolgáltat elfogadod. Ámen. Jó, most pedig elmondjuk, együtt imádkozunk. Mondjátok kélek utánam. Drága atyám, az én életem mindannak a kifejeződése, ami Krisztus. Ma gondolataim, szavaim, és cselekedeteim által mutatom meg őt a világnak. A világ Jézust látja a szememben. Olyan szeretetet mutatok nekik, amelyet nem tudnak megtagadni. Az ő isteni élete rajtam keresztül nyilvánul meg. A Krisztusban vanó isteni életem és származásom tudatában élek, tudva, hogy az ő bölcsessége, képessége és ereje bennem, és általam működik. Jézus nevében ámen. Ámen, ámen és ámen. Drága testvéreim, nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok, és ne felejtsétek el, holnap már kezdődik a nyár, de ugyanekkor ugyanitt találkozunk az Úr áldjon Jó reggelt! Áldottakod. Isten népe, ébresztünk! Sikeres áldott teljes királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!